Aki már építkezett vagy felújította a lakását, bizonyára egyetért abban, hogy megbízható jó szakember találni kemény dió. Mai adásunkban ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Nincs olyan lakás vagy háztartás, ahol időnként ne romlan el valami, vagy ne kellene átalakítani valamit. Ilyenkor ott állunk a feladat előtt, hogy hogyan keressünk ehhez szakembert. Vannak cégek, akik az interneten rendelkeznek megfelelő adatbázissal annak érdekében, hogy a lakásfelújítók, építetők jól választassanak a szakemberek mesterburkolók közül. Ha valakinek ki kell festeni a lakását, vagy elromlik a csap, vagy pedig felvál a terasz, akkor megfelelő szakembert kell keresnie. Felmérések igazolják azt, hogy a felújított vagy újonnan épült lakásokban a teraszok 70%-a 5 éven belül meghibásodik. Nagyon fontos lenne az, hogy próbáljanak a kivitelező szakembertől korábbi munkáiról fényképeket, címeket, esetleg telefonon elérhetőségeket szerezni, és érdeklődjünk arról, hogy hogyan végezte a munkáját, valóban mennyire voltak elégedettek kivitelezés során az ő tevékenységével, mennyire volt például tiszta körülötte a munkahely, ez nagyon sokat segíthet. De kérdezzük meg azt is, hogyha véletlenül problémák keletkeztek a kivitelezés során, akkor, vagy utána, főként utána, akkor ezekre milyen gyorsan reagált. Hiszen nagyon fontos az, hogy garanciát tud-e adni a munkájára, kössünk-e szerződést? Feltétlenül szerződést mindenképpen kötni kell, sőt ezt megelőzően, még a munkákat megelőzően még egy írásbeli váróanyagot sem árt. Mit tartalmazon a szerződés? A szerződés mindenképpen tartalmazza magának a munkának a megnevezését, annak a nagyságát, a kezdés időpontját, a befejezés határidejét, hogy milyen anyagokból fogja elvégezni ezt a munkát, és természetesen tartalmazza a kivitelezési árat, amihez ragaszkodjunk is.